Na hát akkor sziasztok, elkezdenénk az ünnepségünket. Köszöntök mindenkit. A Löbelé cégcsoport a 2021-es év végén tett egy vállalást. A vállalás pedig a következő. A 2030-as évig a széndioxid kibocsátást az 50%-ára próbálja csökkenteni. Nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás, nagyon sok-sok munka, és főként mérnöki munka lesz ez mögött, mire ezt a célt elérjük. De hát addig is, mivel tudnánk a legjobban hozzájárulni a széndioxid csökkentéséhez, mint a fákkal. Ugye a fák azok, amik a legjobban tudják a széndioxid szintet csökkenteni, és ezért úgy döntött a Löbelé cégcsoport, hogy 100 darab fát fog a városnak ajándékozni és elültetni. Polgármester úrral úgy gondoltunk, hogy ezt a tó körül fogjuk elültetni, ezt a 100 darab fát. Egyébként azt még el szeretném mondani, hogy ezen a napon a Löbelé cégcsoportnak a 11 leányvállalata a három kontinensen, mindenhol ez a faültetési ceremónia ez megtörténik. Kifejezve így is a komoly szándékot arra, hogy ezt a 2030-as célt ezt megpróbáljuk elérni. Úgyhogy akkor megkérem a polgármester urat, hogy közösen ültessük el ezt a fát, és miután ez megtörtént, akkor a tó körül szimbolikusan a lufikat letűzzük a fák helyére, és hogyha jól tudom, november végén a 100 darab fa elültetésre kerül. Úgyhogy polgármester úr? Igen. Igen. Én is tisztelettel köszöntöm a fát ültető közösségét, és köszönöm vezérigazgató úrnak, hogy erre az a mai aktusra sor kerül. Ugye itt a Városligeti tó környék az teljes mértékben megújul, hát a tó is, tehát aki most így kifogásolja, hogy milyen állapotban van, ez átmeneti állapot, még egyszer le fogjuk engedni, és jövő tavasszal nyeri majd el a végleges formáját, és a környezete is teljes mértékben meg fog újulni. Ugye a rendezvénytér, itt ugye futópálya, tehát majd úgy helyezzük el a lufikat, hogy a leendő futópálya környékét és a jelenlegi járdát fogják majd követni, és ez mind ugye tavasszal valósul majd meg, vagy akkor fejeződik be, de most már kijelöljük a helyét, és hát ez a szép gesztus, amit a Löbelié a városnak nyújt, ezt nagyon köszönjük, Gábor, és gondolom, hogy ezt folytatni is tudjátok majd.
ugye nagy gondok előtt állunk, de a ti segítségetekkel azt gondolom, hogy ezeket majd meg fogjuk oldani, és a város egyre zöldebb lesz. Ugye most 2.300.000 fánk van eddig a belterületen, hát most 100-at majd hozzáadunk, és akkor 2.300.000-zal több lesz, plusz 100, és azt gondolom, hogy ezt az ütemet ezt folytatni fogjuk, minden ajkai lakosra 80 darab fajút, hát ez egy nagyon szép teljesítmény, ti ezren vagytok, hát onnan is lehet számítani, hogy tényleg milyen jó irányba megy ez a folyamat, úgyhogy örüljünk a fáknak, örüljünk ennek a szép napsütésnek, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Gyere, Pepi!
Én azt mondtam, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha lenni a szomorú közbeszünk, hogy a tökény lesz. Ah, nyilv. Mit tőlek mondani? Most a szomorú közbeszünk, hogy a tökény lesz. Pont 100 tüske van nálad? Hát már annyi, annál kevesebb, ugye másodán is van. Ja, de nem úgy, hanem összesen annyit hoztatok? Igen. Az lett volna, tehát amikor az elfogy, akkor fogy a telefon. Hát szerintem úgy sem, hogy pont elfogy, amire oda érünk. Ja, értem, értem. Aha.
Hallottam már már önök, te hittem. Tényleg? Ügyes vagy. Tudós vagy. A rossz. Onnan el szép lett.